Szereti Isten a nagyot, szereti a kicsit is, akkor is, ha eső esik, vagy ha kék az ég. Kedves gyerekek, nagy szeretettel köszöntelek benneteket. Ma Illés prófétáról fogunk beszélni, és arról, hogy Illés próféta hogyan tudta egész Izrael népének bebizonyítani, hogy az Úr az Isten, és nem a Baál, az ember keze által formált istenek, nem istenek. Nagy baj történt Illés korában, a baj pedig az volt, hogy volt egy királya Izraelnek, akit Akkáb királynak hívtak, és ő uralkodott ebben az időben Izraelbe. Aztán pedig tudjátok, hogy mi történt? Hát a fiatal emberek és a szép, magas, koronás királyok egyszer csak megnősülnek. De sajnos ez az Akkáb király egy olyan nőt választott feleségül magának, aki nem illett hozzá, aki nem volt alkalmas a királynőségre, és nagyon rossz irányba vitte a királyt. Úgy hívták, hogy Jezabel, és a legnagyobb baj az volt, hogy utálta Isten népét ez a Jezabel, utálta Izrael népét, és utálta a hívőket, és utálta Isten szolgáit, utálta a prófétákat, Illés prófétát is. Állandóan hajkurázta őket, mindig ordított és kiabált, ha valaki az Úrról beszélt, az örökkévaló, egyedül élő Istenről. Nagyon csúnya indulatok voltak benne, és képzeljétek, voltak neki vadász kutyái, olyanok, akik azonnal ugrottak, ha egy szót mondott, vagy parancsolt, vagy netán csak füttyentett nekik. És ezek a kutyák nagyon vadak voltak. Arra valók voltak, hogy a medvét meg az oroszlánt megfogják, széttépjék, és ezeket a kutyákat úszította rá a hívőkre, úszította rá az Úr szolgáira, úszította a prófétákra, és bizony nagyon sokan elvesztek. Nagyon nagy baj volt, hogy Akkáb király nem mert a feleségének szólni, hogy ezt ő nem teheti, hogy nem ezért lett ő királynő, hanem azért, hogy szolgálja Isten népét és Izrael ügyét. Illés próféta, az Isten embere, nagyon megelégelte, és nagyon imádkozott az Úrhoz, hogy az Úr tegyen valamit, hogy Izrael népe ne féljen kiállni az élő Isten mellett, hogy Izrael népe ne a bálványokat szolgálja, mert hogy ez a Jezabel, Akkáb király felesége kézzel csinált isteneket hozott be Izraelbe, és kényszerítette a félős népet, meg a bizonytalan hitűeket, hogy letérdeljenek és imádják a kézzel csinált bálványokat, és aki nem imádta, azt nagyon kegyetlenül megbüntette. Illés próféta pedig úgy gondolta, hogy ki fogja hívni ezeket a Baál papokat egy hatalmas nagy birkózásra. Ez pedig nem testi birkózás volt, hanem lelki birkózás. A kisfiúk nagyon szeretnek birkózni, de még jobban szeretnek győzni. Itt pedig Illés nem a maga erejét akarta mutogatni, és nem azt akarta, hogy ő győzzön, hanem egy dolgot szeretett volna a szíve legmélyén. Sóvárgott utána, hogy Isten győzelmét láthassák meg az emberek. Az örökkévaló egyedüli Isten voltát, és hogy visszaforduljon az ő szívük arról a gonosz útról, amely a
bálvány imádás útja volt. Ezek a bálvány papok nagyon sokan voltak, 400-an, és nagyon csúnyán néztek ki. Össze voltak vagdalva, mert késekkel vagdalgatták magukat, és kopasz volt a fejük teteje, körbe pedig a hajukat megnövesztették, és egy spárgával összekötötték, nagyon csúnyán néztek ki. Állandóan kiabáltak, mindig a Baál nevét kúrjongatták. Illés pedig azt mondta nekik, hogy Isten dönti el, hogy ki az Isten, az örökké való. Építsetek oltárt. Kihívta őket, Jezabel fölfogadott Baál papjait, hogy építsenek egy oltárt. És megmondta Illés, hogy milyen legyen az oltár. De ő ezt nem maga találta ki. Az Isten embere soha nem a maga ötleteit, gondolatait mondja el, hanem imádkozott érte, hogy az Úr hogyan dicsőíti meg magát, hogyan akarja magát megdicsőíteni, és nyilvánvalóvá tenni minden ember előtt, hogy ő az Isten, egyedül ő az örökkévaló élő Isten. És az Úr azt mutatta Illésnek, hogy építessen oltárt a Baál papokkal. Olyan oltárt, amilyet ők szoktak építeni a bálványaiknak. Nagy kövekből építették, óriási hangzavar, lárma közepette. És azt mondta Illés, ne csak oltárt építsetek, szedjetek össze nagyon sok fát, vagdaljátok össze, rakjátok az oltárra, és a tetejére pedig áldozati állatot rakjatok össze, és nagyon dolgoztak ezek a papok, ezek a bálványpapok, kúrjongattak, kiabáltak, a kiskutyák ott ugráltak, ugattak, a vérszagra jöttek, az emberek oda csődültek, a kutyák enni akarták a húst, de még az nem volt az áldozati oltáron. Akkor az űrzavar volt, hogy azt se tudták a baálpapok, hogy mit csináljanak. És Illés is hasonlóképpen megépítette az Úr oltárát úgy, ahogy az a Mózes könyvébe volt megírva, ahogyan az Úr oltárát kellett elkészíteni. Mindenki odatódult, Izrael összes népe, aki ott volt, mindenki, és mindenki várta, hogy mi fog történni. Azt mondta Illés, hogy akinek az oltárára tűz száll le a mennyből, annak az Istene a valóságos Isten. Hát erre aztán a Baál proféták elkezdtek hatalmas torokkal ordibálni olyan hangerővel, hogy a hegyek is visszhangozták. Baál, küldj tüzet az égből, kiabálták, mert ugye ez lesz a bizonyítéka, hogy te Isten vagy. Csak nem jött a tűz, hiába ordibáltak, már dél is elmúlt, reggel óta kiabáltak, és akkor Illés próféta megjegyezte hangosabban, hát ha alszik, nagyon horkolhat az istenetek, és nem jut el hozzá a ti hangotok. Akkor aztán elővették a késeket, és ordítottak, vagdalni kezdték magukat, és kínjukban még jobban sikítoztak, kiabáltak, Baál nevét kiabálták, hogy tüzed Baál, küldjed már, hozzad már, adjad már, de bizony semmi hang nem jött. Illés mondta nekik, hát ha félrement a dolgát végezni, majd biztosan valamilyen válasz csak ad a ti istenetek, akiket ti imádtok, de nem jött egy hangválasz se, nem jött üzenet, nem jött jel az égből. Illés próféta is megépítette az oltárát,
és rakott rá fát is, az áldozati állatot is, és lelocsolta nagy vödör vízzel is, úgy annyira, hogy az árok is megtelt vízzel. 12 kőből építette meg az oltárt, Izrael 12 nemzetségének az áldozatát jelképezte. És amikor eljött az esti áldozásnak az ideje, odalépett Illés az Úrnak felépített oltárához, amit a Mózes könyve szerint, Isten ígéje és parancsolata szerint épített, ami az Úrnak kedves és tetsző volt, az oltár is, meg az áldozat is. Amikor eljött az esti áldozás ideje, akkor elkezdett Illés imádkozni, mert hogy ideje van az imádságnak is. Vajon ti szoktatok imádkozni? Rendszeresen? Van ideje a napjaitokba az imádkozásnak? Én reggel is szoktam imádkozni, akkor van az imádkozás ideje, meg este is a hálaadásnak és az Úr imádásának az ideje, és el nem mulasztanám, nem is tudnék elaludni, hogyha én nem imádnám az Urat. És mindig lehet imádkozni, napközben is az ember megy, az úton sétál, netán a buszon utazik is magában, mindig odafordulhat az Úr felé, és imádkozhat. Mindig lehet kérni az Urat, hogy segítsen. Mindig lehet másokért imádkozni, akik betegek, akik bajban vannak, akik gyászolók. Illés nagyon sokat imádkozott, de volt az áldozatnak és az imádkozásnak is ideje, és ez egy olyan rendszerességet jelentett, ami mindenkor megerősítette az együtt imádkozókat a templomba, az oltárnál, a hitben, az Úr követésében, de sajnos az Izrael fiai ezt elhagyták, mert nagyon nagy hatással volt rájuk. Jezabel, a királyné, a parancsa, meg a sok Baál pap, akik a bálványokat hordták, és erőszakosan mindenkire rákényszerítették. Te kit imádsz, és te kihez szoktál imádkozni? Én az Úr Jézus Krisztushoz, mert ő a megváltó, akit a mennyei atya azért adott, hogy megszabadítson bennünket, hogy láthassuk Isten szeretetét, kegyelmét. Az imádság oltára az, ahol az Úr meghallgat bennünket, és ez nagyon fontos, és az is fontos, hogy legyen mindig az Úrnak áldozati időnk, amit az imádság oltáránál teszünk, mert az Úr nagyon odafigyel az ő gyermekeire. Illés egy másik dologért is imádkozott, hogy minden ember megismerje, hogy az Úr az Isten, hogy ő az egyedül élő Isten, hogy rajta kívül nincs más Isten, és azért is imádkozott, hogy az emberek szívét visszaforduljon az Úrhoz. Az Úr tudja visszafordítani a szívünket, hogy szeressük az Urat teljes szívünkből, teljes lelkünkből. Kis testvérem, te szereted az Urat? A te szívedben ott él az Úr Jézus Krisztus. És vajon neked fontos az, ami Illésnek nagyon fontos volt?
Hát mi is volt fontos Illés prófétának? Az, hogy minden ember megismerje az Urat. Neked fontos, hogy a barátaid, a kis társaid, a családod, a kis testvéred megismerje az egyedül élő igaz Istent. Úgy tudjuk őt megismertetni, ha mindig elmondjuk azokat a szép és jó dolgokat, amiket átéltünk, és amit velünk tett. Isten szereti az embert, és éppen ezért mi nekünk is szeretnünk el mindenkit, aki nem ismeri az Urat, mert rajtunk keresztül is megismerheti. És ezután imádkozott Illés a tűzért, hogy szálljon le Istentől a tűz az oltárra. És vajon mi történt? Illésnek nagyon sokáig kellett imádkozni? Illésnek mit gondoltok, nagyon hangosan kellett ordítva imádkozni? Mit gondoltok? Csapkodta a tenyerét, meg a térdeit, hogy el ne késsen az Úr? Nem. Illés alázatosan imádkozott. A szívével imádkozott, a lelkében imádkozott. Az ajkai csak kifejezték nagyon egyszerűen azt, hogy ő mennyire szereti a hívő embereket, Izrael népét, és mennyire szereti az Urat, és szeretné, ha Isten népe újra visszatérne az Úrhoz. Az Úr meghallgatta Illés imádságát, és valami csodálatos dolog történt. Képzeljétek el, hogy egyszer csak megillott a menny, és élő tűz szállt alá. És ahogy a közeledett a tűz, mindenki megvilágosodott, csak ámultak és bámultak, mert egyre közelebb jött a tűz, olyan volt, mint egy oszlop. A tűzoszlop leszállt az oltárra, és képzeljétek el olyan hatalmas erővel, hogy megemésztette nem csak az áldozati állatot, a fát is meggyújtotta, kövek is porrá égtek, az árokba lévő víz eltűnt, mintha fölnyalta volna a tűz. Volt, aki így pislogott, hogy vajon jól látja-e, hát a kövek nem szoktak elégni, a víz nem szokott eltűnni, és még a port is megégette. Az emberek nem csak megdöbbentek, hanem a szívük visszakezdett fordulni az Úrhoz. Reszkedtek a lábaik, remegett a szakáluk, a ruha rajtuk, a hajuk is égnek állt. Annyira áthatotta őket ez az esemény, és akkor térdre ereszkedtek, és arcra borultak az élő Isten előtt, és hangosan mondták, az Úr az Isten, az Úr az Isten, egyedül ő az Isten. Az emberek látták Isten hatalmát, hogy ő mindenek felett Úr. 400 Baál próféta, hamis próféta, hamis pap nem tudta lekiabálni az égből a tüzet, de egy igaz szívű Isten embere, akinek a szíve, a lelke és a teste is az Urat szolgálta, annak az imádságára az Úr megmutatta az ő hatalmas erejét. Hát nagyon csodálatos dolog volt. A csodát az Úr azért adta,
hogy minden ember megismerje, hogy az Úr az Isten, és mi is megismerhetjük. Tudod hogyan? Ha elővesszük a Bibliánkat, minden nap olvassuk, ha imádkozunk, egyszer csak kijelenti az Úr magát, megmutatja magát olyannak, amilyen valójában ő. Csodálatos dolog az Úrnak szolgálni, mert közel van az Úr mindenkihez, aki hűséggel hívja őt. Ilyen csodálatos dolgot tapasztalt meg Izrael népe, és egész Izrael népe az Úrnak szolgált, és a Baál prófétákat megfogták, eltávolították, és soha többet nem lehetett nekik Izrael földjén bármiféle oltárt építeni.